repcemustrát tartottak Mezőhegyes határában, ahol a jellemzően alacsony pergésű limakrél repcék közül ezúttal a legújabb, kiváló stressztűrő képességekkel rendelkező nemesítéseket mutatták be. Így a nagyon gyors kezdeti fejlődésű, jó állóképességű adenzót, a jó állóképességű, alacsony pergési hajlamú artógát, valamint az arzenát. 2011-ben 114, 2012-ben pedig 128%-kal szerepelt a népik fajta regisztrációs kísérletekben. Ez egy korai hibrid repce. Én abba bízok, hogy ez a repce az idei évben már kint van a köztermesztésben kisebb területen, ott bizonyítani fog, de mindenkinek ajánljuk, aki repcével foglalkozik, és szeretné egy picit elhúzni a betakarítást, vagy a vetés időben megcsúszik, ezek a hibridek nagyon gyors kezdeti fejlődésűek. Az egyre népszerűbb repce sikertörténete azonban csak alig néhány éve tart. 6 évvel ezelőtt a repce az egy ilyen szükséges növény volt, amit éppen még beletettek az emberek a vetésforgóba. Jelen állapotban pedig azt látom, hogy egy profit termelő növény lett a repce, és akik komolyan foglalkoznak repcével, azok megtalálják benne a számításukat. És a repcéknek sajnos meg kell felelni a változó éghajlati körülményeknek, és egyre többször beszélünk a gazdákkal arról, hogy milyen problémákat és milyen anomáliákat él túl a repce, és ez annyit bizonyít, hogy a limagrán repce kínálatában vannak olyan fajták és hibridek, amik megfelelnek ezeknek a kihívásoknak. A jó stressztűrő képességű hibridek országszerte bizonyítanak, amit a jó terményátlag mellett a vetési számok is alátámasztanak.